Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt, Nyékvárkonyból jelentkezünk, ahol a Bős készül, mivel a pályát felújítják, és hát arra készül, hogy meglegyen a bajnoki címehez. Elég az X is a Garam Kovácsi ellen, ugye olyan előnyük van most már, hogy a második helyzet ellen a Kozárodce, Garam Kovácsi ellen elég az X is, mert gondolom nem X-re játszotok, Jovancsik Patrik edzőt kérdezem, tehát ez a 35. meccs lesz, amin veretlen marad a Bős, és hát egy győzelemmel idő előtt a bajnoki cím megszerzése, gondolom ez a cél. Cél, igen. És amit beszéltünk most, az a X, soha nem is játszottam X-re, sohasem fogok játszani X-re. A csapatnak is épp előbb ezt megmondtuk, hogy fejlődjük el egész megint ezt a számokat, még ezeket a tabellákat, még mi elég, még mi nem elég. Nekünk az a fontos, hogy még mindig tovább fókuszáljunk arra a munkára, amit elkezdtünk, és ez majd aztán bízok benne még hozzá eredményt. Ugye Mincsics kiesett, innen is javulás, jobbulást kívánunk neki. Mennyire keserítette meg ez a dolgod úgymond ő a segítőd a pályán is, meg pályán kívül is? Persze, az a jobb kezem. Nagyon hiányzik a pályáról is, azt megérezzük. Vele teli volt a kabin is, és a pálya is, és igazán érezzük, de ugyanúgy minden egyes sérült játékosom, aki sérült, az mindig is hiányzik. Ugye kellenek jó egyéniségek, vannak jó góllövők is, de gondolom neked az a célod, hogy itt most a Zsigmond Kevint és a Tóth Lacit is nyugtasd, hogy 3 pont nem kell, hogy arra menjenek, hogy kilő több gólt. Mindegy, totál nekem olyan mindegy, ki fogja rúgni azokat a gólokat, az a fontos, hogy a csapat sikeres legyen. Hát ehhez kívánunk 3 pontot már a Garam Kovácsi ellen, és legyen meg a 4. liga aranya, mert a Bős megérdemli. Jovancsik Patrik, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.